Ezen a Győr melletti területen gyakran okoz gondot a belvíz. Azzal biztattak bennünket, hogy az a szabályozás majd elviszi erről a területről a vizet, de hát ez sajnos nem jött össze. Az embernek a munkája, amit ugye dolgozik 4 éven keresztül, az egy hét alatt tönkre megy. Tehát ugye most az, hogy a gyümölcsfát elültetem, az egy dolog, hogy 1500-1600 forint. Elültették 4-5-5, tudom én, 8-10 ezer forint. Mire termőre fordul, megint vége nulla az egésznek. Az elmúlt napokban a megyében a belvíz szintje a kismértékben is, de folyamatosan emelkedett. Több helyen a termőföldeket már összefüggő víz borítja. A polgármesterek a helyi önkormányzatok bevonásával a kritikus helyszíneken a vízelvezető árkok takarítását végrehajtották. Továbbá folyamatosan figyelemmel kísérjük a közbiztonsági referensek bevonásával, hogy a belvízvédelmi szakaszokon esetleg a lakosságot veszélyezteti-e a terület. Elmondható ezekről a érintett szakaszokról, hogy ezek a lakosságot nem veszélyeztetik. A vízügyi szakemberek szerint a következő hetekben komoly problémát jelenthet a Duna vízgyűjtőjén lévő rekord mennyiségű hó. Ha ugyanis tovább emelkedik a hőmérséklet, akkor a gyors olvadás a megyében nem csak a belvizet, de komoly árvizet is okozhat.